A Kulturális Központ ismét hagyományőrző napot szervezett, melynek témájául ezúttal Bocskei szolgált. Az izgalmas előadások mellett megcsodálhattuk Bocskei koronájának hasonmását, ízelítőt kaptunk az akkori időkben használatos fegyverekből, és még a hajdani zenei világot is megismerhettük. Szeptember 2-a a város napja. Ekkor ünnepeljük a lovas hajduk Szoboszlóra telepítését. Azonban idén a reformáció 500. évfordulója is van, így természetesen a hagyományőrző nap nem is szólhatott volna másról, mint az egyik legismertebb református fejedelemről, Bocskairól. Az ő nevéhez fűződik a letelepítés, melynek idén már 411. évfordulóját ünnepeljük. A szeptember 2-a az adta majdhogy nem a témát, hisz a városnapján nem lehet másról szó, csak nyilván a dicső hajdú múltról és Bocskai fejedelem kultuszáról. Ezt próbáljuk a mai nap délutánján kicsit kibontani, és hát ebben nagy örömömre szolgál, hogy a Hajdunánási Múzeum, a Hajdúsági Múzeum Hajdúböszörményből és a Megyei Levéltár is nagy segítségünkre volt. Egy izgalmas kiadványjal is gazdagodhattak azok, akik ellátogattak a hagyományőrző napra. Ez a kiadvány a Művelődési Központ gondozásában jelent meg, a Szoboszlói Lovashajdúk kiváltságlevelét mutatja be, amit egyébként a meghívóval ellentétben itt nem másolatban, hanem eredetiben tekinthetnek maga a mai nap délutánján az érdeklődők. És hát a Hajdunánási Múzeum jóvoltából pedig a Bocskai korona hiteles másolata kerül itt bemutatásra. És ugye Hajdunánáson a Bocskai korona egy sütőformát is generált, a Bocskai kuglófot, kalácsot sütik ebben, és ebből is kaphatnak az érdeklődők most egy kis kóstolót. A program több izgalmas előadást tartogatott. Megismerhettük a Bocskai várkastély történetét, a fejedelem katonáiról is tájékozódhattunk, de talán a legérdekesebb Bocskai koronájának bemutatója volt. Ez az eredetinek csupán a hasonmása, tehát nem a másolata, tekintettel arra, hogy az eredeti koronát nem vettük kézbe, tehát a pontos méreteket nem vettük le róla, hanem fényképek alapján és egyéb közlemények alapján dolgoztunk, de egyébként egy az egyes méretű képeket használtunk. A lényeg tehát az, hogy csak hasonlít az eredetihez, de egyébként anyagában sem az, tehát nem aranyból készült, a rajta lévő égkövek azok nem drága kövek, hanem javarészben inkább csak fél drága kövek. Nagy szükség volt ennek a koronának az elkészítésére, hiszen az eredeti az Bécsben található, és sajnos lehetséges, hogy soha nem fog magyar földre kerülni. De egy nem hétköznapi kalácssal is készültek az érdeklődőknek. Számos módja létezik annak, hogy egy múzeum miként próbálja a gondolatait átadni a érdeklődők számára. Ezért a gondolatot tett követte, a lényeg az, hogy végül is egy hordozó forma, tehát egy lemezből készült formának az elkészítése után megpróbáltuk megsütni ugyanazzal a módszerrel, mint ahogy egyébként a fonott kalácsot készítik az asszonyok, vagy éppen a pászkát készítik a katolikusok. Arra figyeltünk csupán, hogy minden, ami ezen a koronán van, mert hogy igyekeztünk hűségesek lenni az eredeti ábrázoláshoz, az természetes anyagból, tehát magából a tésztából készüljön. Tehát amit látunk rajta, az ugyanaz az anyag tulajdonképpen. És a célja ugyanaz, mint a koronának, hogy azokon az eseményeken, ahol hajdú évforduló van, vagy Bocskaival kapcsolatos események zajlanak, tehát a hajdú történelem kerül szóba, akkor jelenjen meg ez is, és talán zárja az eseményt, úgyhogy akkor kóstoljuk meg. Ilyen módon is talán egy picit közelebb kerülünk ez a nagyon-nagyon fontos nemzeti erekénkhez. A koronán kívül egy másik erekét is megcsodálhattunk. A Bocskai megkapta a koronát a töröktől, de kapott mellé mindig a koronára szó esik, de a mellékletről soha nem esik szó, ez pedig a buzogány, díszbuzogány. Ez egy úgynevezett török buzogány, kobrafejes buzogánynak nevezik. Ezt a koronával együtt kapta a töröktől Bocskai. Na most azért tartjuk nagy becsbe ezt mi hajduk, ugyanis egyetlen egy magyar uralkodónk van, akinek külföldön szobra van, Manu Gyurgyó Kárpát-medencén kívül, egyedül Bocskai Istvánnak. Genfben, a Calvin talapzaton, mert ő a hitért is harcolt, ami csodálatos, hogy minden szabadságharcunk vagy abba hagyták, vagy elbukott,
de egyetlen egy szabadságozunk, ami győzelemmel végzett, ez pedig a Bocskai féle szabadságharc. Hogy tovább bővítsük ismereteinket, megvizsgálhattuk a fegyvereket is közelebbről. Ennek a fegyvernek a lényege, hogy begyújtották ezt a kanóc részt, és ez folyamatosan ég végig, amíg van kanóc. Néha így fújkálni kell, mert különben bealszik, nedves időben szintén nem nagyon lehet használni, mert akkor is előfordult, hogy bealszik. Hát ma nem értik a gyerekek, mikor elmagyarázzuk, hogy ez miért érdekes, csak mikor elmondjuk, hogy régen nem volt se egy gyújtó, se gyufat. Úgyhogy ezt nem tudták újra meggyújtani, hanem a kolköves módszerrel kellett volna tüzet csiholni, hát nedves időben az nem olyan érdekes, meg jó sokáig tart. Hogyha ez bealudt, akkor a kanócos muskétások azok maximum egymáséről tudták újra gyújtani. De az is kiesés harc közben. És egy kis ízelítőt is kaptunk, hogy milyen ruhát is viselt annak idején Bocskai. Általában kisnemesi ruházatot vitték a hadi eseményekbe, tehát ez mondjuk lovas csizma, mondjuk kivételesen nincs rajta sarkantyú, mert most gyalogosan vagyok, mert ugye a csizma az univerzális dolog. Azért találták ki a csizmát, hogy a sáros, csatakos időben se végezzen, és akkor testhez álló nadrág, a székelyeknél volt szokás, ugye Erdélyből származik ez a ruházat, a felső. Na most ugye mi, hogy ez rovassági, azért van így kialakítva, hogyha leülünk, menjéljön széjjel, tehát mindig takarjon. De közben egyúttal meg szellőzik is, tehát nagyon univerzális. Maga őf, amin a fegyverzet, ez pedig a loading, a tölténytartó, ebben tartották a lőfegyverekhez a puskaport és a töltényt. Aztán később ugye ezt csomagolt a technikának megfelelően, de ebbe volt, meg plusz még a külön a lőpor tartószalú, de azt most nem hoztam magammal, csak ez. A felső ruházat pedig, hogy mivel egy parancsnokiről van, szóval úgynevezett kacagány, tehát a hátibőr magyarra fordítva, valamint a süveg. A süvegen lehetett megtudni, hogy milyen rangú volt az, aki viselte. Tehát a vezérek mindig középen hordták a tollat, általában a sastollat. A legények pedig vagy jobb, vagy bal oldalon voltak, attól függ, hogy milyen kezes volt. Jobb kezes volt, akkor bal oldalt voltak. Tehát aki húzta a szabját, nehogy levágja tollat. A bal kezes volt, akkor jobb oldalt. Tehát onnan lehetett tudni, hogy milyen ellenféllel áll szembe az ember. Holott sebesedik, ölfogni vészkedik, homlokán vért lesortol. A program korabeli muzsikát is szolgáltatott az érdeklődőknek. A hangulatért Kátai Zoltán felelt. A Tinódi Landdíjas énekmondó előadása mindenkit lenyűgözött. Idézek, mi lehet, ez széles föld felett, szebb dolog az végetnél. Holott ki keletkor, az sok szép madár szól, kivel ember ugyan él. Mező jó illatot, az ég szép harmatot át, ki kedves mindennél.